Egy kicsit messzebbről kezdeném, mert egyrészt itt a Pannon Egyetem és az LKF csapata között egy nagyon szoros együttműködés alakult ki, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk, mert egyrészt fontos, hogy az egyetem részese legyen ennek az európai kulturális főváros gondolatvilágnak, filozófiának. Másrészt pedig nekünk az is nagyon fontos, hogy a diákjainknak, a saját dolgozóinknak és a városnak is megmutassuk, hogy mi mindent tudunk itt a harmadik missziós tevékenységeink keretében. Egyébként az LKF-eknél általában az egyetemek mindig nagyon aktív szereplők, de amennyire én a többieket ismerem, azért a miénkennél egy sokkal szorosabb kapcsolat, és amit mi még szeretnénk ezzel elérni, hogy nagyon sok dolgot, amit elkezdtünk, azt utána is folytassuk, tehát hogy ne egy évre legyenek itt az eredmények, hanem akkor közösen dolgozunk azon, hogy hogyan tovább, és ezért aztán mindent meg is teszünk. Mi annak is nagyon örülünk, hogy itt a kulturális főváros kapcsán nem csak kultúráról van szó, hanem hogy a tudományt is sikerült bevonni ebbe a dologba. Nyilván minden konferencia, amit itt a LKF támogatással, az LKF évben csinálunk, valamilyen köze van a kultúrához. Talán a legjelentősebb kulturális kapcsolata a ma kezdődő konferenciának van, de hogy ez is azt mutatja, hogy hány oldalról lehet a kultúrát megvizsgálni. Azt azért tudjátok, hogy több rendezvény is volt itt az egyetemen, többen aktívan is részt veszünk, ugye van a Pannon Kultúrkocsma, volt a Szolárbolt, volt már egy konferenciánk, most van még egy, meg lesz még egy. Tehát még várunk benneteket egyszer novemberben, úgyhogy szeretnénk mi ezzel, és ezek mind-mind olyan konferenciák, amiket szeretnénk továbbvinni, és akkor olyan hatást elérni, ami itt marad a városban. És amiben mi még részt veszünk, ezt csak azért mondom el, hogyha esetleg hosszabb távon érdekes, hogy van egy közös csapatunk az LKF-fel, akik a monitoring vizsgálatokat végzik, tehát pontosan az a lényeg, hogy a hatásokat nézzük meg, hogy nem csak az, ugye az azért most elég népszerű, hogy hány vendégészakával nőtt itt a turisztikai kereslet, de hogy ezt hogyan tudjuk a továbbiakban is folytatni, és ezt hogyan mérjük a többi hatást is. És akkor a vendégészakát mérni könnyű. De mondjuk azt, hogy a helyi közösségekben mennyire erősödött a lokálpatriotizmus, az identitás, az nem olyan könnyű, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy ilyen szoftos elemeket is be tudjunk építeni. És picit csatlakozva Beához, az egyetemeknek, a kutatóintézeteknek, vagy akár független kutatóknak mindig is nagyon fontos szerepe volt az LKF-ek életében, előkészítésében, megvalósításában, és aztán utána értékelésében, utólagos vizsgálatában. Sokszor ez a szerep egyébként sok LKF-város életében vagy működésében kevésbé látható, kevésbé van előtérben, és picit azért a mi együttműködésünk ebben valóban kivétel, mert tényleg sok esetben inkább csak idézőjelben a tudományos kutatásokra, felmérésekre koncentrál, amely egyébként az Európai Bizottságnak is az elvárása, hogy magát a hatásvizsgálatot, az értékelést, az utólagos értékelést mindenképpen az akadémiai közeggel együttműködésben valósítsák meg az LKF városok, és ki is lenne erre jobb, mint aki helyben van, és helyben is átélte, látta, érezte, legyenek azok a diákok, az oktatók vagy a kutatók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként lehet, hogy az LKF év véget ér, de az LKF szó még nagyon sokszor fog elhangozni itt a Pannon Egyetemen. Én pont ahogy végignéztem a résztvevőknek a listáján, akik a ma-holnapi konferenciára jelentkeztek, és elég sok mindenkit láttam azok közül, a nevek közül, akiknek a munkája a korábbi LKF városokban sok segítséggel volt számunkra is. Ugye azt fontos tudni, hogy nem csak ideális esetben nem csak
esetünkben a 2023-as év, vagy az ahhoz vezető folyamatok vizsgálata szokott történni, hanem sok esetben 5 év, 10 év távlatában is visszatekintenek arra, hogy mégis milyen hatással volt az adott kulturális művészeti program a városra vagy a régióra. És ez azért különösen fontos, mert ugye mindig ezt szoktuk mondani, hogy egy város egyszer csinál csak LKF programot, legtöbb esetben, és a mások által elkövetett esetleg hibák, vagy sikerek, vagy egyáltalán megközelítések tényleg nagyon fontos segítség volt számunkra is, hogy hogyan nyúlunk egy régióhoz. Hogyha az a célunk, hogy több külföldi turista számára ismertessünk meg Veszprémet, vagy a városunkat, akkor milyen mérőszámokat alkalmazunk. Ezek egyáltalán nem egyértelműek, és egy olyan komplex összetett, és az általános városműködésen túlmutató programokkal, dolgokkal operáló program esetén egyáltalán nem egyértelmű, hogy mindig a nyilván vendégészakákat, látogatókat számolunk, de az, hogy ezekből milyen összefüggéseket az adatok között, az eredmények között milyen összefüggéseket tudunk felállítani, és abból milyen következtetéseket levonni, ez szerintem mindenki számára, számunkra is, nem akarok az egyetem nevében beszélni, de nyilván számotokra is egy tanulási folyamat, és én azt remélem, hogy azért nagyon sok mindenkit fog inspirálni még mindaz, ami történt az elmúlt, vagy történik még most is. És tényleg az LKF csapata, a városvezetés, vagy akár a régióban gondolkodó közösségek számára is fontos referenciapontok lesznek mindazok az eredmények, és mindazon feltárt összefüggések, amiket most már azért folyamatában is készhez kaphatunk, de nyilván majd amikor meg szokták kérdezni, hogy sikeresnek ítéljük az LKF évet, akkor mindig azt mondom, hogy majd ezt jövő év végén, utána évben tegyék fel ezt a kérdést, mert most persze az a siker, hogy mindenhol ott mindenhol pezsgés van, és sok a résztvevő, de az, hogy egyébként ez milyen hatással van akár az itt élők, akár az ide érkezők mindennapjaira, szemléletére, gondolkodására, kultúrafogyasztási szokásaira, azt nem idén látjuk meg, hanem azért középtávon kell ezeket vizsgálni. Úgyhogy azért is fontos az, hogy tényleg hány országból érkeznek? 27 országból. Ezt mindjárt mondom. Bocsánat. Tehát igazából az Európai Unió összes tagállamából érkeznek ide kutatók, egyetemi oktatók, illetve bármilyen ilyen ehhez kapcsolódó, tehát ezekben a közös munkákban résztvevő vagy résztvett szakemberek, mert igenis szükség van erre a tudáscserére és ezekre a beszélgetésekre, mert nem, ez nem, maga az LKF program az, amit mi saját bőrünkön tapasztaltunk, hogy nem egy zárt burokban létező program, hanem olyan szakmai közösség van, egy valós szakmai közösség van mögötte, aki tényleg nyitott arra, szeretné megosztani, mert szívügyének érzi vagy érezte ezt a munkát, és ez a két és fél nap, vagy három nap, ez remek alkalom arra, hogy ezek a szálak összeérjenek. Én onnan kezdeném, hogy mi is a UNIC, igazából az LKF egyetemek hálózata, tehát minden LKF város egyetemnek a hálózata, és hogyha azt beszéljük, hogy mi a siker titka, akkor azt mondom, hogy a UNIC az egyik, hiszen ez Pécsen alakult, méghozzá 2010-ben volt Pécs ugye Európa kulturális fővárosa, de 2006-ban a pécsiek már gondoltak egy nagyot, hogy mi lenne, ha. És 2007-ben volt az első konferencia, tehát 16. UNIC konferenciát szervezünk, és ez nem olyan könnyű megcsípni, hiszen minden évben két város LKF város. Úgyhogy amikor Materában voltunk egy kolléganőmmel, akkor mi elhatároztuk, hogy ezt a konferenciát szeretnénk idehozni, azért is, ami előtt elhangzott, hogy mi már elég szoros kapcsolatban voltunk az LKF-nél, hiszen a Bitbook megírásánál a Pannon Egyetem is részt vett, a prezentációs teamben is ott voltunk, és nem csak marketing szemmel, hanem tényleg meggyőződéssel, hogy az LKF egy lehetőség arra, hogy az egyetem is jobban megmutassa azokat a kutatási tevékenységet, ami érthető módon jelenik meg, és gyakorlatias, és erről is beszéltek itt a kollégák. 58 tagunk van, tehát a UNIC 58 tagból áll, aminek a
90%-a egyetemi tagság, de más intézmények is csatlakoznak, és 27 országból jönnek most résztvevők, előadók és résztvevők. Talán még azt fontos megemlíteni, hogy a UNIC titkársága az a Pannon köztérbe helyezkedik el méghozzá. Ez azért nagyon fontos dolog, mert a UNIC tagok aktívak, nem aktívak, a UNIC board, tehát a maga bizottság, az három főből áll, de az, hogy a titkárság itt van, mi mindent látunk, minden kapcsolati tőket meg tudunk ragadni, és minden szervezésben mi vagyunk a háttérben. És ahogy elhangzott, ez egy hosszú távú kapcsolat. Tehát nekünk olyan kutatási, gyakorlati tőkénk van így a kezünkben, ami együttműködésre ad alkalmat, nem csak egy éves konferencia megszervezésének. Ugye lobbiznunk kellett, hogy mi szervezzük az éves konferenciát, úgyhogy 2021-ben került ide a titkárság, és mivel Temesvár a Covid miatt később szervezte, ezért volt egy ilyen egészséges versengés, ha lehet így mondani, amiből úgy jött ki mindkét város győztes, hogy jövőre Temesvár fogja megrendezni 24-ben, illetve már a 25-öt is tudjuk, ott pedig Avignon, bár ő nem Európa Kulturális Főváros 25-ben, viszont 50 éves ott az egyetem, és ünneplik egyébként az LKF évet is. Új a UNI konferenciában, mindig két napos volt, mi szerettük volna kicsit vérfrissítést, illetve tudományos fiatalitást, úgyhogy PhD workshopot hoztunk létre, ahol megmutathatják a PhD hallgatók az éppen aktuális kutatást, ami a kultúrához köthető, és három professzort is hívtuk, illetve egy neves szerkesztőt Olaszországból, hogy adjon tanácsot, adjon lehetőséget, hogy hogyan jelenhetett meg a fiatalok. Ezzel párhuzamosan, ugye ez is új jelenség, hogy a monitoring kerekasztalt behoztuk, tehát ez is egy teljesen új dolog. Tegnapi nap már ezzel kezdődött, és ahogy így hallgattam, füleltem, azért elég sikeres volt, mindenki ugye elégedetten ment el. Hát ma van a főnap, tehát ma mindenki is itt lesz. Illetve ami még újdonság a UNI konferenciában, hogy bevisszük a múzeumba pénteken. Szerettük volna, hogyha ez kultúráról szól, akkor a kultúra valahogy megjelenjen, nem csak az előadásokban. Úgyhogy nagyon jó megállapodás született Talackó Dezső Múzeummal, akik nekünk biztosítják a helyet. Ott is lesz még 5 előadás, illetve párhuzamosan megnézhetik az Egri József kiállítást. Közben a másik csapat, ők beszélgethetnek, kapcsolatot építhetnek, poszterprezentációt nézhetnek meg, illetve hát fontos volt számunkra, hogy megmutassuk a várost, az új LKF infrastruktúrákat, úgyhogy délután egy 2 órás idegenvezetés énekléssel lesz a kapcsolódó program. Szeretnénk, hogyha ez látható, még jobban láthatóvá tenni nemzetközileg, és szerintem a Pannon Egyetemet és a gazdaságtudományi kart. És egy dolgot még elfelejtettük azért mondani, hogy mi pályázaton nyertünk ehhez pénzt, hogy megvalósítsuk. Ennélkül is megvalósítottuk volna, de szerencsére azért az LKF kiírt konferencia pályázatot, és ez fontos számunkra, hogy ezzel mi be tudtuk engedni, hogy a PhD-sok, ők ingyen jöhetnek a konferenciára, illetve azon intézményekből, ahol ketten érkeznek, csak az egyiknek kellett így fizetni. Tehát ezzel tudtuk támogatni, hogy a létszám növekedjen, mert a Covid alatt azért megcsapott.